Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörek kiemen! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, azokat is, akik otthonról hallgatnak bennünket is, és azokat is, akik esetleg már hazafelé tartanak a munkaidő után, vagy még éppen dolgoznak, de közben azért lehetőségük nyílik arra, hogy meghallgassák a Hit Kapuja című hitvédelmi műsorunkat, amely azt a célt szolgálja, hogy rávilágítson arra, hogy mit és miért hiszünk, és ezáltal önmagunk, vagy esetleg ha adódik alkalomra. Mások számára is világossá tegyük az ezekre a kérdésekre adandó válaszokat. A műsort Székely János Püspök atya és Kindelman győző vezeti. Kérem, töltsék velünk az elkövetkezendő közel egy órát. Az elmúlt alkalommal a Bibliáról beszélgettünk. Kitértünk arra, hogy bár más vallások is isteni eredetűnek tekintik szent könyveiket, miért mondhatjuk mi mégis egyedül a Bibliát Istentől sugalmazottnak? Az indokok közül azért nem ártalán két aspektus most megismételni, feleleveníteni. Az egyik az, hogy a Biblia egyedülálló abban, hogy erkölcsi tisztaságra és szeretetre, ilyen pozitív erényekre, pozitív viselkedési normákra hívja az embert. A másik egy kicsit talán egzaktagnak mondható bizonyíték, a sok-sok beteljesült proféciáról van szó amelyek már önmagukban is igazolhatják előttünk a Biblia Istentől valóságát. Beszéltünk arról is, hogy, hogy milyen módon kerültek kiválasztásra a Biblia könyvei, miért pont éppen ezek a jelenlegiek vannak a Szentírásban. És beszéltünk arról is, hogy milyen bizonyítékok szólnak a Biblia szövegének hitelessége mellett, vagyis hogy ma is ugyanazt a szöveget olvassuk el, mint amit a szent szerzők hajdan leírtak? Nos, a mai alkalommal folytatjuk a megkezdett témát, tehát továbbra is a Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdésekre és esetleges kételyekre próbálunk meg választ adni. És az általánosabb kérdések után. Ma a konkrétabb, talán mondhatnám úgy is, hogy tartalmi kérdésekről beszélünk. Dicsértesség, Püspök ha köszöntelek itt akkor személyesen is a stúdióban. Az egyik legrégibb és a középkor vége óta gyakran támadott téma a Biblia kontra a tudománynak a témaköre. Addig ugyanis már, mint a középkorig a tudományos fejlődés nem érte el azt a szintet, hogy szembe kerüljön a tudomány a Bibliában foglaltakkal. Azonban ekkor már például a világ keletkezése és egyéb téren gyökeresen megváltozott a helyzet. Tehát jöttek az új tudományos teóriák, és hát mit mondjunk mindenre? Különösen annak fényében, hogy például a kisegyházak között ma vannak úgynevezett fundamentalista teológiával rendelkező irányzatok, akik azt mondják, hogy a Bibliát ma is szó szerint kell értelmezni, hiába a tudományos eredmények. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és hadd induljak el innen, hogy mit is jelent a fundamentalista értelmezés, és miért nem ezt tartja helyesnek a katolikus egyházunk. A fundamentalista értelmezés azt mondja, hogy betű szerint, ami le van írva a Bibliában, ez így egy az egyben, az Úristen üzenete, vagyis nem tud különbséget tenni a gyarló emberi kifejezés mód és az örök Isten igazság között, amelyik ebben a kifejezés módban megszólal. Az Isten igéje, az ő lényege, az bizonyos értelemben kimondhatatlan. Minden emberi szó véges. Tehát valami kicsit próbál megfogalmazni, hordozni abból a titokból, amit ember kimondani egészen nem tud. A fundamentalizmus viszont ezt nem látja, és azt gondolja, hogy egy az egyben az emberi kifejezés mód azonos az isteni üzenettel, vagyis a betűt bálványozza. Azonosnak tekinti, egyenlőség jelet tesz a kifejezés mód és az üzenet között. A katolikus egyház ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy a, a Biblia Istennek az emberen keresztül Adott üzenete. És az ember az Isten kezében az nem eszköz. Isten úgymond nem használja az embert, mint egy tárgyat, hanem az ember mindig társa. Az Istennek így is mondja a teológia, hogy a kegyelem a természetesre épít, azt nem lerombolja, hanem az ember képességeit, a kultúráját, a nyelvét, az adottságait, az érzésvilágát, az Úristen mind Fölemeli, megtisztítja, és egyáltalán nem kikapcsolni akarja. Az ember igazi társa az Istennek. Ezért is ö, talán helytelenek azok a hasonlatok, amit nagyon gyakran a Bibliárval kapcsolatban is használunk, hogy az ember az Isten csöve, mint egy ilyen fizikai eszköz, ami csak arra szolgál, hogy az üzenet fizikailag megjelenjen, vagy toll az Úristen kezében a Szent szerző. A katolikus teológia szerint nem, nem ez a helyzet, az ember igazi társa az Istennek. A második vatikáni zsinat így mondja, hogy a, a szent szerzők valódi szerzői a műveiknek, vagyis a kultúrájukkal, tudásukkal, érzésvilágukkal, hitükkel teljesen benne vannak abban az üzenetben, ami végül is megfogalmazódik. A Biblia Isten szava, de emberi szavakon keresztül. És mivel az üzenet embereken szűrődik át, ezért az emberi végességből is valami belekerül. Mert az embernek minden szava és minden tette véges. Tudunk erre esetleg egy-két példát mondani, konkrét bibliai eseménységén? Tehát rengeteg fajtája van ennek az emberi végességnek. Vannak tudományos jellegű korlátai vagy, vagy jelei ennek a... Az emberi végességnek. Például egy nagyon híres példa a teremtéstörténetnek a leírása, ahol a második napon azt olvassuk, hogy az Úristen megalkotta a szilárd égboltozatot, hogy szétválaszza a fölső vizeket az alsó vizektől. A régi ember ezt valóban így gondolta, tehát ők eltöprengtek, hogy mitől van fönt víz, illetőleg hogy tud föntről eső esni, és mi tarthatja ott fönn a vizet. És sokan úgy képzelték, hogy az égbolt, szilárd, és azért kék, mert víz van fölötte. És akkor tud eső esni, ha az Úristen megnyitja az ég csatornáit. Így is olvassuk a, például a vízözön történetében. És azt képzelték, hogy a föld alatt is van víz, a föld oszlopokon áll. És azért tudnak források fölfakadni a szárazföldben is, mert valahonnan a mélységből jönnek föl ezek a vizek. A földrengést így írja le a Bibliai sok helyen, hogy a föld oszlopai megremegtek. Tehát ez a fajta világkép van a szentírónak is a fejében, és ő ezzel fogalmaz. Ez számunkra mit jelent, nem azt jelenti, hogy nekem el kell hinnem az, hogy létezik egy szilárdékboltozat. Mert manapság már tudjuk, hogy ilyen nem létezik. Nem is azt jelenti, hogy a Biblia akkor hazudik, hanem csak azt jelenti, hogy Istennek a tiszta üzenetét, az ő örök igazságát az, hogy mindent Isten teremtett. És amit teremtett, az jó. Ez az úristen átadta nekünk de gyarló emberi szavakkal. És ebben a kicsit ókori, kicsit népies világképben is ezt át tudta adni. A... Tehát az utcánkban, bocsánat, hogy közben a utcánkban annak idén, hogy gyerekkorom alatt lakott egy szabó mester, és ki volt írva, hogy a cégtáblájára, hogy hozott anyagból dolgozunk. Na most ez valószínű, hogy a, a kulturális háttér szintjén ez az ókori szerzőknél is jelen volt, tehát a, a, hozott kulturális világképpel kellett nekik ezt az egészet megfogalmazni, amit Isten üzen számunkra embereknek. Igen, teljes mértékben így van. Nagyon sok más téren látjuk ugyanezt. Hadd mondjak egy másik példát. A zsidó törvénykezés számára nagyon fontos a tiszta és tisztátalan állatok szétválasztása. És az egyik fő kritérium az a, az állatok lábának a típusa. Hogy melyik a patás, melyik nem, melyik az, ami kérődzik, melyik nem. Sok ilyesmi alapon próbálják vagy választják szét az állatokat. És találunk egy ilyen... Fölsorolást, hogy melyik állat kérődzik, melyik nem. És a kérődző állatok a, a tiszták, amelyeket a, a választott nép fiai bátran fogyasztanak. És meglepetve olvassuk, hogy a kérődző állatok között ott van a nyúl is. Mert abban az időben ezt így gondolták, vagy így látták. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti számunkra, hogy nekem el kell hinnem, hogy a nyúl kérődzik. Hanem ez az ókori embernek a a mondjuk természettudományos tévedéséhez, vagy a világképéhez hozzátartozott. Rengeteg történelmi pontatlanság van a, a Bibliában is. Az ókorban nem volt olyan könnyű megállapítani, hogy milyen esemény mikor történt, melyik uralkodó hány évet uralkodott, ki jött utána. Nem voltak lexikonok, tehát nem volt ennek olyan könnyű utána nézni egy több száz évvel később mondjuk egy, egy ilyen esemény sort. Leírni, és ilyen jellegű pontatlanság is. Nagyon sok van a Bibliában. Ha egy kicsit tágabb összefüggésbe szabad helyezni ezt a kérdést, tehát tudomány és Biblia, akkor nagyon fontos azt világosan látni, a katolikus egyház meggyőződése az, hogy a kettő között ellentét nem lehet. Ha a tudomány hiteles, akkor a valóságról Való megalapozott tudásunkat jelenti. A, a hitünk is a valóságra irányul, az Istenre irányul és a világra irányul, mind a kettő ugyanarról szól, egy kicsikét más módon. Tehát elvileg a kettő között nem lehet ellentét. A tudomány egy kicsit más módon beszél a valóságról, mint a Biblia, vagy mint a hitünk. A tudomány a részletekről, ami lemérhető. Ami kikísérletezhető, a hitünk az egészről, a tudomány a hogyanról, a hitünk inkább a miértről. A kettőnek a kapcsolatát egy hasonlattal, amit talán már említettem, most újra felidézném, ha van egy ember, akkor, és mondjuk neki van egy házastársa. A házastársa ezt az embert ismeri és tudja, hogy ő jó ember, és sok minden mást, vagyis viszonyul hozzá egy, egy totális magatartással, a szeretettel, az ismerettel. Ehhez hasonló a hitünk, amelyik a valóság egészére irányul. És amellett ezt az embert lehet, hogy ismeri mondjuk az orvosa is. És ő meg tudja vizsgálni a vérét kémcsőbe, és sok dolgot megállapít róla. Ez is igaz. Ez egy igazság, igaz, hogy neki a vércukor szintje nem tudom, a hat fölé ment. Ezt lehet, hogy akár a házastársa nem is tudja róla pontosan. A házastársa egy sokkal mélyebb és, és totálisabb, az egészet uh, látó módon ismeri őt. A jelenlegi szentatyánk sokat beszél a tudomány és a Biblia, illetők tudomány és hit kapcsolatára, és többek között hangsúlyozza azt, hogy a kettőnek egymásra nagyon nagy szüksége van. A tudományjal, tehát ugyanazzal a tudással lehet atombombát csinálni, meg atomreaktort, és lehet embert klónozni, meg lehet ember gyógyítani. Vagyis a tudomány önmagában kevés, mert nem látja az egészet. A részek csak akkor fognak a világban helyükre kerülni, az ember újra látja az egészet is ami, amit a hittel, ezzel a totális látással, az egész világnak az értelmét és célját és megfogalmazó látással fogalmazunk meg. De megfordítva, a hitnek is szüksége van a tudományra, mondja a Szent Atya, mert könnyen válhat a hit fanatikussá, vagy válhat babonássá. Tehát fontos, hogy a tudomány is segítse a hitet, és kiegészítse a részletekben, pontosítsa a hitnek a látásmódját. Az előbb ugye azt említettet Büskök hogy az ember, aki leírta, a szent aki leírta az Istentől sugalmazott szöveget, a Biblia könyveit, a saját gondoskodásmódját, a saját világának a világképét is megjelenítette a szövegben. Ez viszont elgondolkodhat bennünket, 21. századi embereket, hogy hogyan tudjuk akkor kiszűrni, hogy melyik könyvet, vagy melyik leírást kell mondjuk, mint az előbb említett teremtéstörténetet, mondjuk tanító történetként értelmeznünk, és melyiket kell mondjuk szó szerint vennünk. Ugye ott a teremtős történeten kívül említetted, hogy vannak történelmi problémák, és ilyen például Jerikó, fala, vagy Jerikó uh, <kül> A falainak lerombolása a bibliai történet szerint a honfoglaló zsidó nép körbe-körbe járván, harson a szóval, addig-addig zajongott, míg a falak maguktól leomlottak, de aztán később kiderült, hogy mire mikor ez a honfoglalás megtörtént, már réges régi romváros volt Jerikó. Tehát amikor ilyennel találkozunk, mire gondoljunk, hogyan tudjuk kiszűrni a, a, az igazságot, és mondjuk azt, amely, amely talán az emberi hozzáadással a történetnek egy nagyon érdekes és híres története a bibliai régészetnek, Jerikó városával kapcsolatos kutatás. És nyilván a régészet, az ásatók nagy izgalommal keresték, hogy hol van a nyoma ezeknek a falaknak, amik akkor leomlottak. Ahogyan a honfoglalásnak egyébként vannak régészeti nyomai a szentföldi ásatásokban, Hátszorban, Bételben és, és sok helyen. De Jerikóban ott Ketling Kenyon vezette az ásatásokat, rengetegszer újrakezdték, máshogy próbálták, és hát az a meglepő eredmény bontakozott ebben Tulajdonképpen manapság már minden régész teljesen egyetért, hogy amikor a zsidó honfoglalás volt, amikor József átkelt a Jordánon, és, és elindult ez a folyamat, akkor Jerikó egy lakatlan terület volt, vagy ha esetleg éltek, és ott emberek, kő, épületek és falak nem köthetőek hozzájuk, tehát nem volt ott e, emberi építmény. Vagyis nem voltak falak, amik leomolhattak volna. Tehát ezzel a tényjel kell a bibliát olvasó embernek szembenézni, hogy ez a város egy rangváros volt. És hát akkor felismerül a kérdés, hogy hogyan születik ez a történet. Ha szabad ebbe egy kicsit e, belemenni, mert talán érdekes és tanulságos, Fölfigyeltek a biblia kutatók arra, hogy ez a, a leírás nem is annyira csatához hasonlít, hanem körmenethez, ahol harsonák vannak, és frigyládát viszik be, van osztva, hogy hol mennek a papok, hol mennek a törzsek, stb. Tehát kicsit, mintha egy körmenet leírása lenne, és azt is említi a leírás, hogy Gilgálból indultak. Gilgál pedig egy nem messze levő település, ami a honfoglalás utáni időkben a törzseknek egy fontos középközponti központi települése volt. Bizonyos értelemben főváros, bár nem nevezték még így. És sok biblia kutató arra gondol, hogy tulajdonképpen ennek az elbeszélésnek az eredete az egy körmenet, amelyet Gilgálból indítottak, és amelyben ünnepelték vagy megköszönték a honfoglalást és körbejárták ennek a híres városnak, Jerikónak a romjait. Vitték a fridládát, fújták a kürtöket. Tehát ez talán, nyilván ez egy hipotézis, vagy nem tudunk ebben teljesen biztosat mondani, de talán egy körmenet leírásából lett egy ilyen csata leírássá. Ha ezzel szembesül az ember, hogy mondjuk egy ilyen nagyon látványos csodája a Bibliának, mintha kicsikét eltűnne, és hát sok, sok ehhez hasonló helyzet van. Lehet, hogy sokakban egy olyan kis csalódás támad, amit ezzel kapcsolatban azt hiszem nagyon fontos észbe tartani. Nyilván nagyon sok csodája a bibliai leírásnak igaz, ahogy erről talán a múlt alkalommal is beszéltünk. És ha egy-két ilyen nagyon látványos csoda esetleg ö, új dimenzióba kerül, vagy, vagy másképpen értelmezzük, vagy történetileg nem teljesen e, alátámasztható, azzal nem csak veszít a Bibliát olvasó ember, hanem azt jelenti, hogy nagyon sokat nyer is. Ugyanis, ha így képzeljük el a bibliai időket, hogy ott szinte hetente hatalmas csodák történtek, és a víz úgy állt két oldalt, mint a fal, a átvonuló nép mellett, és a halak kikukucskáltak ezen a a vízfalon, és a Jerikó városának a falai leomlottak. Tehát ha tényleg így képzeljük el az ő életüket, akkor magunkban azt mondhatjuk, hogy hát könnyű volt nekik. És manapság a világ nem ilyen. Manapság nincsenek ilyen eget rengető csodák minden héten. Ha az ember szembesül azzal, hogy talán az ő idejükben sem volt ez egészen így, valószínűleg az ő életük is sokkal jobban hasonlít a miénkhez, akkor rádöbbenünk arra, hogy hogy ami a különbség mondjuk Mózes és köztünk, az talán leginkább az, hogy Mózesnek a hite volt hatalmas és sziklaszilárd, vagyis követhetővé válnak a bibliai emberek a mi szürke hétköznapjainkban is, átélhető ugyanaz az üdvesemény, aminek ők a részesei lehettek. Hogy az alapkérdés, az alapkérdés amit föltettél, egyáltalán nem egyszerűen megválaszolható, és tehát, hogy mit vegyünk szó szerint, és Igen. mi az, ami, ami tanító jellegű elbeszélés. Ha nagyon röviden kell válaszolni, egyrészt azt mondanám, hogy szó szerint semmit. Tehát ahogy említettem, nem fundamentalista módon érti a katolikus egyháza a szentírás, és mindig szükség van arra, hogy külön válasszuk azt, ami az emberi kifejezés mód, akkor a korabeli kulturális hasonlatok. Nyilván a, ny a nyelv is egy ilyen szűrő, amit le kell fordítani, meg kell érteni, a héber nyelvet, a görög nyelvet, amit a szent szentszerzők használnak, tehát sohasem teljesen betű szerint, hanem mindig egy kicsit szétválasztva az emberi kifejezés módot és az isteni üzenetet. Ha majd egy kicsit megyünk tovább, talán ezt konkrétabban is megfogalmaz hogy milyen módon lehet az isteni üzenetet megragadni, de talán annyit röviden elmondhatok, hogy ez egy rendkívül nehéz folyamat. A Biblia tudomány az egyik legkomplexebb tudománya az embernek, és van benne régészet, van benne nyelvészet, van benne ókörtörténelem, van benne filozófia, van benne teológia, és nagyon sok minden más. Tehát bonyolult dolog megérteni azt, amilyen módon az isteni üzenet testet öltött, és ügyesen szétválasztani azt, ami ennek az emberi arca, és ami az örök Isten igazság. Most nem sokára egy kis zenét fogunk hallani, hallgatni, de előtte még hadd mondjak el egy gyakorlati dolgot, ami most így közben eszembe jutott erre vonatkozóan, hogy a kiszűrésre vonatkozóan, hogy a katolikus biblia kiadásoknál központi rendelkezés, hogy magyarázatokkal szabad csak kiadni a szöveget, tehát magyarázatokat, lábjegyzetek, akár, lábjegyzetek, akár pedig az elején a könyvekhez általános magyarázatot hűznek hozzá, és ez azért, ezt én azért tartom fontosnak, mert, mert a protestáns kiadásokkal szemben így mi megmenekülünk azoktól a kételyektől, amelyek esetleg magyarázat nélkül fölmerülhetnénk bennünk. fölmerülhetnének bennünk. Úgyhogy én azt javaslom, hogy akinek van otthon akár Károli, akár más protestáns fordítású bibliája, nem rossz önmagában azt természetesen, de ragaszkodjunk a katolikus kiadásokhoz bármelyikhez is, mert azokban a legtöbb kérdésünkre azért választ találhatunk.

hallgatóink önök a mária, Rádió mária rádiót hallgatják, benne a hit Kapuja című műsor Székke János Püspökkatyával és kindelman győzővel. Mai témánk pedig a Biblia és a Bibliából fakadó problémák, amelyek felmerülhetnek bennünk vagy másokban. Sokan mondják azt, vagy sokan kérdezik azt, püspököt, hogy vajon miért van az Ószövetségben annyi erkölstelenség, hogyha valóban Isten szaváról van szó. Említhetjük például azt, amikor a pusztai vándorlás során korak fiai fellázadnak Mózes ellen, és Isten büntetésként, vagy Isten büntetéseként elnyeli őket a föld, ha jól emlékszem, vagy éppen amikor Saul királyá lesz, Sámuel próféta ezekkel a szavakkal küldi a népet az Amalekiták ellen, hogy én az Úr, itt megpróbálom idézni, a ti istenetek, meg akarom torolni, amit Amalek népe Izrael ellen vétett. Nem adott neki utat, mikor kivonult Egyiptomból. Rajta hát menj, támad meg Amaleket, és tölts be rajta, és mindenén, én, csak van, az átkot. Ne kímélj, hanem ölj meg minden férfit és nőt, gyereket, csecsemőt, marhát, juhot, tevét, szamarat. Hát lehetne több hasonló részletet is kiragadni, és azt hiszem, ahogy mondtam, sokan vannak, akik nem tudják megfelelőképpen helyére tenni ezeket a részleteket. Valóban nem könnyű ezekre a, a helyes választ megtalálni, és néha az ember, ha beleütközik egy-egy ilyen részbe, hogy kicsit meg is borzad, hogy mennyi erőszak, mennyi ö, küzdelem és, és erkölcsi tökéletlenség is a Biblia alapjain előfordul. Ahogyan említettük, a, a Biblia az nem csak az Úristen szava, hanem embereken átszűrődik. És az embernek a végessége belekerül. És ez nem csak a tudományos jellegű korlátokat jelenti. Tehát, hogy az ő tudományos elképzelése belekerül, vagy a történelmi pontatlanságokat jelenti, hanem jelent erkölcsi és vallási jellegű tökéletlenséget is. Tehát azon is átszűrődik az üzenet vagyis nem csak emberek jön, vagy nem csak az Úristennek az üzenete, hanem emberek szava is. Lehet ezt úgy is elképzelni, vagy fölfogni, hogy Isten hosszú időn át nevelte és alakította az embert. Aranyszájú Szent János mondja ezt így, hogy úgy nevelte az embert, mint apa a gyermekét. És kezdetben az ember még nagyon keveset értett meg abból, amit Isten üzenni akart. Egy hosszú folyamat a kinyilatkoztatás, ami lassan tisztul föl, és kezdetben még nagyon sok benne az emberi, és még nagyon kevés az Isten üzenetből az, amit az ember asszimilált, megértett, és amit át tudott adni. Ábrahámtól Krisztusig, hogyha látjuk a kinyilatkoztatásnak az ívét, akkor egy hosszú felívelés, egészen tiszta az Isten üzenet Krisztusban lesz. Akiben Isten egész önmagát, kristálytisztán végérvényesen átadta, önmagát föltárta, az Ige benne öltött testet, tehát az üzenet egészen tisztán a maga teljességében, csak ő benne jelenik meg. És éppen ezért az Ószövetségi Szentírást mi mindig Krisztus fényében olvassuk, a kinyilatkoztatás teljességének a fényében. És ami az Ószövetségben, vagy egyáltalán a Biblia más részeiben, Krisztusra mutat, és ő vele egybe vág, az az Isteni üzenet. És ami őtőle idegen, az pedig ennek a gyarló emberi kifejezés módja. Tehát a legfőbb kritérium, a legfőbb szempont, ami alapján szét tudjuk választani, hogy mi az isteni üzenet és mi nem, az maga Krisztus és a benne föltárult uh, isteni kinyilatkoztatás teljessége. Vagyis az Ószövetség nem önmagában kinyilatkoztatás, hanem csak Krisztussal együtt, természeténél fogva az Ószövetség őrá irányul. Belső lényegénél fogva a profétákon keresztül, de az egész várakozáson keresztül a messiásban teljesedik be. Minden egyes Ószövetségi mondat csak Krisztussal együtt ebben a nagy egészben találja meg a maga igazi helyét és értelmét. Lehetne esetleg akkor egy ilyen, most nagyon durvát fogok kérdezni, egy ilyen megkülönböztetést tenni, hogy a profétai könyvek, amelyek ebből a szempontból sokkal nagyobb szellemi tisztaságot képviselnek, akkor az jobban mutat Krisztusra, és sokkal inkább, már ezt nagyon elben mondom, csak a kinyilatkoztatás része. Mert abban azért kevesebb emberi van. Én most ezt csak így eszembe jutott, azért kérdezem. Tehát... Igen, ez nyilván egy kicsit olyan nagy, nagy vonalakban megfogalmazott, vagy ilyen durva mód, de valóban így van, tehát vannak olyan részei az Ószövetségnek, ami sokkal tisztábban már az evangéliumot előrevetíti, de nyilván más helyeken is van ilyen, tehát akár a teremtés történetnek az elbeszélései gyönyörűen az evangéliumra utalnak, vagy Ábrahám meghívását. Tehát máshogy is van sok ilyen gyöngyszem, ami nagyon tisztán már az evangéliumot készíti elő. Ez tehát egy, egy első nagyon fontos módja annak, ahogy a keresztény vagy katolikus ember az Isten üzenetet megtalálja az Ószövetségben. Hadd soroljam fel gyorsan a, a többi módokat is. A második, minden egyes bibliai részt az egésznek a fényébe állítunk, az egész Bibliának. Mert a részek az egészben kapják meg a maguk teljes és helyes értelmét az egész kinyilatkoztatás mögött Isten áll. Tehát ha meg akarom érteni mondjuk jobb könyvét, az ártatlan ember szenvedését, akkor mellé kell tennem jobb könyve, mellé Krisztus keresztjét, vagy Szent Pálapostolnak a leveleit, ahol ír a maga illetőleg Krisztus Szenvedéséről. Hát mindig az egyes részeket a teljes kinyilatkoztatás fényébe. Erre szokták azt mondani kicsit talán hasonló dolog, hogy a részek összessége, vagy bocsánat, az egész több, mint a részek Igen. összessége. Egy harmadik móda, hogyan a Bibliának a, az igazi üzenetét megtaláljuk, az, hogy a Biblián túl a, az egyes részeket a teljes hitünk ahogy a mondjuk a szent hagyománynak a teljességébe illesztjük bele. A katolikus egyház meggyőződése szerint a szent lélek az működik az Isten népében is, sőt, előbb volt az Isten népe, mint maga a Biblia, Isten előbb bírt emberi szívekbe, mint ahogyan ez a papírra került volna. Tehát, ha meg akarjuk érteni ezt a nagy folyamatot, a kinyilatkoztatás folyamatát, akkor segítségünkre siet az élő Isten népe, amelyben a Szent Lélek él. Ez a, a Bibliának és a katolikus egyháznak a hite, hogy az egyház Krisztus teste, mert az ő lelke él bennünk. És ezt ígérte Jézus, hogy a Szent Lélek elvezett a teljes igazságra. Tehát mivel benne él a Szent Lélek az egyházban, a hagyományban, ezért a hagyomány fényében is Vizsgáljuk a Bibliának az üzenetét, és a kettő között nem lehet ellentét. És talán egy még tágabb kör, amit megfogalmazhatunk, az emberi értelemnek a köre is, azzal sem mondhat ellent a kinyilatkoztatás. Tehát a tudomány és a filozófia is segít abban, hogy a Biblia helyes üzenetét megfogalmazzuk. A Szent Hagyományról még majd fogunk beszélni, de maradjunk egy picit még az Ószövetség körében. Vannak sajnos még tulajdonképpen a katolikusok között is sokan olyanok, akik talán pont a számokra furcsa Ószövetségi történetek és az Ószövetségi Istenkép miatt azt mondják, hogy minek nekünk az Ószövetség? Miért kell akár még a Szent Misén is felolvasnunk nekünk Ószövetségi olvasmányokat, hiszen Krisztus egy új szövetséget kötött velünk, és a halálával, ahogy mondják, eltörölte a régi szövetséget. Igen, ez manapság sajnos egy egyre gyakrabban felmerülő ellenvetés vagy, vagy probléma, ami mögött egyrészt rejtőzik ennek a nem, nem jó felfogása, hogy az ószövetségnek az egyes tökéletlenségeit hogyan is értsük. A keresztény ember mindig Krisztus fényében olvassa az ószövetséget. Nagyon fontos lenne például a kisgyerekeknek vagy a hittankönyveinkben ezt mindig így Bemutatni. Ha egy ószövetségi történet van, akkor mindig legyen egyből mellette. Krisztus alakja, az evangélium, a szeretet, az ellenség szeretet, az egyetemes ö, isteni üdvösség terv és nagyon sok minden más, vagy a szentek példája. Tehát egyből Krisztus fényébe, a teljes kinyilatkoztatás fényébe helyezni az egyes részeket. A Szentmisén is így olvassuk az ószövetséget, Tehát pont azért hangzik el legelőször, utal az evangéliumra, és az evangélium világítja meg az Ószövetségi Olvasmányt. Tehát nem önmagában olvassuk, hanem mint Krisztusra mutató jelet és proféciát. És nagyon fontos azt is világosan látni, hogy a, a kereszténység meggyőződése szerint a kinyilatkoztatás történetében valóban Isten cselekszik. Tehát ebben hisz a kereszténység, hogy nem csak Jézusban jött el, hanem ezt az Úristen előkészítette ezt az eljövetelt, már Mózes által is, már Ábrahám által is, a személyes Isten lép be, a történelembe. Úgy gondoljuk, hogy erre az előkészítésre nagyon nagy szükség volt. Enélkül a megtestesülés nem is lehetett volna elképzelhető. Ha egy hasonlattal akarnám kifejezni, Isten mint egy bölcsőt készített a messiásnak. Tehát ahhoz, hogy ő el tudjon jönni, és legyenek emberek, akik megértik azt, hogy kiről is beszélő, ki, ki, az atya, hogy mi az, hogy isteni törvény, mi az, hogy szövetség, mi az, hogy teremtés, mi az, hogy örök élet. Tehát ehhez kellett, ahhoz, hogy legyen szűzanya, ahhoz, hogy legyen tizenkét apostol, akik értik Jézusnak a szavait, hogy legyen az Aksimeum meg Anna. Tehát kellett egy sok ezer éves történelem, ami, amiben az Isten önmagát föltárja, és az ember szívét előkészíti. Hadd legyek, hadd legyek advokátus diabólió, ha én felnőttem, akkor kell még a bölcsővel nekem foglalkoznom? Nem érthető mondjuk önmagában az új szövetség, az ószövetség nélkül is? Egyáltalán nem, is nagyon jó ez a, a hasonlattalán, tehát azt gondolom, ha egy ember megtagadja a múltját, a, a gyökereit, ha egy fáról levágják a gyökereit, akkor az ember önmagával hasonlik meg a a létforrásait, a gyökereit veszíti el. Ha valaki mondjuk szégyelli a szüleit, letagadja őket, megint csak mintha saját magából tagadna le valamit, meg az identitása torzulna el. A kereszténységgel is éppen így van. Tehát ha egy keresztény ember az ószövetségi gyökereit letagadja, le akarja vágni, akkor a saját identitása torzul és fész el. Hallgassunk egy után egy nagyon-nagyon komoly témakörrel folytatjuk tovább. Min sarvashus hallgatóink, folytatjuk a Mária Rádióban a Hitkapuja című műsort. Székel János Püspök atyát és Kindelman győzőt hallják. Püspök atya, van egy legenda a világhírű alexandriai könyvtár pusztulásáról. Ez szerint, amikor a 7. században a muszlimok elfoglalták a várost, Omar Kalifa parancsára felgyújtották a felbecsülhetetlen értékű ókori könyvtár épületeit, azzal az indokkal, hogy ha az ott található könyvek azt tartalmazzák, amint a Korán, akkor, akkor feleslegesek, ha pedig nem, akkor nincs rájuk szükség. Az jutott eszembe, hogy ha nem is ennyire radikálisan, de valamiképpen hasonlót vallottak a 16. században a protestáns hitújítók, amikor kitalálták az egyedül az írás jelszavát. Vagyis, hogy a Bibliában minden benne van, és nem kell semmi más mű, nem kell szent hagyomány, semmi, az üdvösség ez ami szükséges, minden a szentírásban megtalálható. Ezzel elvetették a dogmatikát, az egyházi tanítóhivatal létjogosultságát, és gyakorlatilag a teológiának ugye szám tárgykörét. Hát egyfelől még azt is mondhatnánk, hogy van benne valami logika, hiszen ha Isten fontosnak tartott valamit számunkra kinyilatkoztatni, akkor azt tudtunkra adta a kinyilatkoztatásban. Másfelől azonban a tanító hivatal elengedhetetlenségére nekünk katolikusoknak megvannak a nagyon-nagyon meggyőző érveink. Hát mik is ezek, Püspök atya? Ez is egy nagyon összetett és bonyolult kérdés. Hadd induljak el onnan, hogy bármilyen új dolgot az ember megért, azt valahogyan úgy értjük meg, hogy az addigi ismereteink között elhelyezzük, asszociálunk az addig ismert fogalmaink segítségével, azokhoz kötjük. Ha az ember hall egy ilyen szót, hogy tranzisztor, és még nem tudja, hogy pontosan mi az, de sejti, hogy mi az elektromosság, és akkor valahogy oda köti, akkor már el tudtuk helyezni az addigi ismereteink között. Ugyanígy van ez a Bibliával is, és a Biblia mondataival is: nem a semmiben lógnak, hanem az embernek van egy, egy sokkal tágabb elképzelése arról, hogy világ, élet, Isten, a, a, a hitünkről, Krisztusról, és ebbe tudjuk elhelyezni a Biblia egyes állításait. A katolikus egyháznak az a meggyőződése, hogy az a szöveg környezet, Idegen szóval kontextus, ahova a Biblia mondatait be kell helyeznünk, ahol ezek a maguk teljes értelmét megkapják. Ez nem más, mint az élő egyház. Mégpedig azért, mert a Bibliát a Szentlélek ihlette, a Szentlélek sugalta, és az egyházban is a Szentlélek él. És ez egyetlen méltó közeg, a Bibliának. Így szokták mondani, hogy a Biblia konzseniális kontextusa, a hozzá méltó közeg, mert ugyanaz a lélek él az egyházban, amely a Bibliát is létrehozta. Az Úristen nem egy könyvet adott nekünk az égből, a Biblia nem így az égből pottyanva érkezik hozzánk, ha szabad ilyen csúnyán kifejezni, az Úristen mindenek előtt ember szívekbe írt, embereket érintett meg. Előbb volt az Isten népe, az Istentől megérintett emberek, a Szentlélek először írt ember szívekbe. És csak utána született meg a Biblia. A Biblia az egyháznak a gyermeke. Az egyház írta meg a proféták, a szent tanítók adták tovább, és így születnek meg az Ószövetség könyvei, Krisztus tanítványai írják meg az Új Szövetség könyveit. Előbb van meg a közösség, a szent lélektől összehívott közösség, és utána jön létre a Biblia. Maga az egyház az, aki fölismeri, hogy melyik könyv tartozik a Bibliához. A szent könyveken nincs egy ilyen címke, hogy ez egy sugalmazott könyv. Ezt az egyház ismerte föl. És most hogy vágok, éppen itt van a protestáns testvéreknek az egyik nagy-nagy önellentmondása, mert támadják a szent hagyományt, holott önmagában, amikor a Bibliát olvassák, akkor azok a könyvek a szent hagyomány alapján alkotják magát a Bibliát. Úgyhogy valahol ők is el kell, hogy fogadják ezt. Teljes egészében így van. Tehát Bibliában egyház nélkül nem tudunk hinni. Az egyház az, ami meghatározta különböző egyházak különböző módon, a zsidóság a jamniai összejövetelén 90-ben keresztény egyház, például a kartágói zsinaton vagy Szent Atanáznak a husvéti leveleiben tanúsítva meghatározza, fölismeri, hogy melyek a sugalmazott könyvek. Tehát előbb van az egyház, utána a Biblia. Mind a kettőt ugyanaz a szent lélek hozza létre. Tehát a kettő között nem lehet ellentét. Ez a katolikus egyháznak a meggyőződése, amelyet már Szent Iréneusz megfogalmaz, aki azt mondja, hogy a egyik legfőbb Biblia magyarázati elv a regula fidei, a hit szabálya. Vagyis, amit az egyház hisz a Szentlélek vezetésével, az nem mondhat ellent annak, amit leír a Biblia szintén a Szentlélek ihletésére. Mind a kettő mögött ugyanaz a Szentlélek áll, vagyis a Bibliát a hagyománynak a tágabb keretében kell értelmeznünk. A hagyomány az élő egyház, amelyben a Szent Lélek él, segít minket abban, hogy a Bibliát helyesen értelmezzük. A szentjeink, a liturgiánk, a hitvallásaink, a zsinataink segítenek abban, hogy a Bibliát helyesen értsük. A protestantizmus ebből a közegből, ebből a természetes közegéből akarta kiszakítani a Bibliát. Amikor Luther ezt mondja, hogy szól a csak a szentírás, akkor tulajdonképp azt mondja, hogy színe eklézia egyház nélkül. Az egyház nem kell. Luther ugyanis úgy érezte, hogy az egyház sokszor a maga bűneivel, tökéletlenségével elfedi a Bibliának a tiszta üzenetét, tehát ezt le kell róla tisztítani. Hozzáteszem, hogy Luther fölháborodásának nagyon sok reális alapja volt. Tehát annak az elkeseredésnek, és fölháborodásnak, amit ő érzett a korabeli egyházzal szemben. Ennek volt reális alapja, volt mi ellen neki fölháborodnia. A katolikus egyház mégis azt gondolja, hogy Luthernek ez az alap kísérlete, hogy a Bibliát kiszakítsa az egyházból és önmagában értelmezze, ez igazából egy abszurd kísérlet, lehetetlen. A Bibliát nem lehet csak önmagában érteni, Luther sem tudja így megérteni. Tehát neki is van egy háttér fölfogása, elképzelése, megigazulásról, üdvösségről, sok mindenről, aminek a fényében ő a Bibliát értelmezi. Hogy ez mennyire így van, tehát hogy Luther is úgymond szinte ítélkezik a Biblia fölött, és, és valamilyen szempontból értelmez, az nagyon sok ponton látszik. Például abban, amikor egyes könyveket nem Bibliához tartozónak kijelent. Ez például a Lipcsei Dispután egy nagyon fontos fordulat volt 1519-ben, egy Johann Eck nevű domonkos atyával vitázott ő, aki egy nagyon éles eszű szerzetes volt, és az elhunytakért való szentmise témája kapcsán fölhozta neki a második Makkabeus könyvnek azt a leírását, ahol Makabeus Júdás egy csata után, ahol elhunyt ö, elesett katonák ö, maradtak a csatatéren, egy nagy adományt küldött Jeruzsálembe, a, a Jeruzsálemi zsidó templomba, hogy áldozatokat ajánljanak föl az elhunyt katonákért. És hát ez kísértetiesen hasonlít arra, amit a katolikus egyház mindig is tett, hogy elhunytakért a szentmisében imádkozunk. És ezért sok helyütt kialakult az a szokás is, hogy az elhunytnak a család egy adományt ad ennek kapcsán a, az egyház javára. Tehát szinte betű szerint a két dolog megegyezett, és Luthernek a vita fordulata, vagy nagyon kellemetlen volt, és mit mond Luther, ekkor határozó, úgy, ekkor jelenti ki, hogy hát ez nem is tartozik a Bibliához. Ő ekkor dönt a rövid kánon mellett, amiről talán beszéltünk, hogy a, azt a fajta jamniai zsidó kánont fogadja el, ami egy erősen keresztény ellenes hangulatban született meg valaha Krisztus után 90-ben. A keresztény egyház mindig is egy tágabb kánont fogadott el. Tehát Luther is ítélkezik a Biblia fölött. Vagy amikor a, a megigazulásról van szó, és Luther azt hangsúlyozza, hogy csak a hit, ingyenesen igazulunk meg kegyelemből, és a tettek nem számítanak, csak a hit, és nem a tettek. És hát szembesítik őt azzal, illetőleg hát ő maga is ezt tudja, hogy Szent Jakab apostol levelében pedig azt olvasja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. A hit önmagában nem elég, és hát az evangélium is tele van. Ezzel Jézus azt mondja, hogy nem az, aki mondja, uram, uram, csak aki megteszi, menje atyám akaratát. Vagy az utolsó ítéletet, Krisztus így mondja el, hogy éheztem és ennem adhatok, szomjaztam és innom adhatok, nem annyira a hitet kérdezi, hanem a tetteket, a szeretetet. Tehát Luther szembesül ezzel, és mit mond a vita hevében, például ezt is mondja, hogy Jakab levél, az csak szalma levél. Az nem olyan fontos. Tehát megint csak látszik, hogy ő szinte fölött áll a Bibliának, és van, amit komolyan vesz, van, amit meg nem annyira. Tehát neki is van egy háttér hitvilága, am mi látásmódunk szerint egy szűkösebb hitvilága, ami az ő emberi agyába belefért, amit ő a kereszténységnek látott, az a fajta úgymond hagyomány, ami alapján ő a Bibliát értelmezte. Hadd tegyem még esetleg ö, hozzá azt, hogy Luthernek és a Reformációnak azért volt valami igazsága. Tehát valóban egy nagyon nagy veszély az, hogy az egyház kicsit a Biblia fölé kerekedik, a, és a maga tökéletlenségével egy kicsit akadályozza azt, hogy a, annak a tiszta üzenete megszólalhasson, vagy az egyháznak a tökéletlenségei bűnei ezt kicsit el tudják fedni. Bár azért azt hozzá kell tenni, hogy teológiába, dogmatikába, tehát ilyen téren soha nem érvényesült ez a tökéletlenség. Az emberi, szem, emberi személyeknek a, a viselkedése, az élet, az erkölcse az, ami, érhet, ami ö, vádként érhette az egyházat, de itt is nem az egyházat, hanem az embereket, de ez soha nem a tanításra vonatkozott. Legalábbis én erről nem tudok, ami, ami Lutert arra bátorította volna, hogy, hogy a tanításba is belekössön. Igen, tehát a hitünk szerint meggyőződésünk szerint a szent lélek megőrzi az egy, a tanításnak a tisztaságát, megőrzi a Krisztusnak a szentségi jelenlétét is, töretlenül, ez nem az emberi ö, életszentségtől függ, a keresztségben, az Eukarisztiában Jézusnak a jelenlétet, Krisztus itt van az egyházunkban, kristálytisztán, törékeny cserépedényben, de őt őrizzük, és őt tudjuk továbbadni minden nemzedéknek. Ez valóban így van, de sajnos az egyházban emberek vannak. És megvan ez a veszély, hogy az egyháznak ez a végessége, töredékessége elárnyékolja az üzenetet. És a második vatikáni zsinat, minthogyha részben Luthernek a kritikáját elfogadná, és két nagyon fontos állítást tesz a Dei Verbum konstitúcióban. Azt mondja, hogy a az egyház, illetőleg a tanítóhivatal soha nincs a Biblia fölött, hanem mindig csak azt alázatosan hallgatja, megőrzi és továbbadja. Tehát nem tesz hozzá, nem alakítja át, hanem alázattal hallgatja. És azt is kijelenti ez a, a másik Vatikáni zsinatnak a Bibliáról szóló dokumentuma, hogy az egyház nem birtokolja, a kinyilatkoztatás megértésének a teljességét. Mert egy olyan hatalmas titok, Krisztusnak a titka, amit egyetlen ember sem tud teljesen átlátni, hanem csak a megértésnek a teljessége felé haladunk az évszázadok alatt, egyre teljesebben fedezzük föl. De nem birtokoljuk. Tehát kifejezi a zsinat azt, hogy a Biblia bizonyos értelemben fölött áll. Az egyházunknak talán lehetne így is mondani, hogy egy, egy állandó tükör, amelyikbe belenézünk, amelyikhez mérjük magunkat, mint örök mércéhez. Tehát van egy ilyen kritikai szerepe a kinyilatkoztatásnak, a Biblia tiszta üzenetének, az egyházzal, és hát főként az egyháziakkal, velünk emberekkel szemben. Nagyon érdekes dolog egyébként, hogyha belegondolunk, hogy a legtöbb egyháza protestantizmusban akkor, amikor alakultak, elhatárolódtak a hagyománytól, elhatárolódtak a tanítóhivataltól, ahogy mi nevezzük, és ahogy teltek az évszázadok vagy az idők, azért lassan-lassan mindegyiküknél mégiscsak kialakult a hagyomány, mégiscsak kialakult egyfajta teológia, tehát ennél, ettől ők sem tudják elvonatkoztatni magukat. Egy nagyon rövid időnk talán még egy kérdésre, ha van, hogy mi van, ha valaki azt mondja, hogy jó, rendben, tanít Hivatal. Kell a tanítóhivatal. De mégis, talán a Szent Lelek, ha én családapaként leülök valahova a családom körébe, Szentlélek által nem tudom én magyarázni az írást hitelesen? De nyilvánvalóan bizonyos értelemben igen. Tehát a mi meggyőződésünk, az egyházunk meggyőződése is az, hogy minden ember a Szent lélek által olvashatja a Szentírást, értelmezheti és kell is ezt tennie olyan módon, ahogyan erről szó volt a mai napon, tehát a hit egészébe elhelyezve a Biblia mondatait. És ha valamit nem ért pontosan, akkor a lelkemén a hívő ember, a keresztény ember azt gondolja, hogy, hogy ez is valahol a nagy egészben ott van. Tehát ilyen módon akár egy, egy nagyon egyszerű ember, aki soha nem tanult az ókorról, vagy nem ismeri a Biblia tudománynak rend, rejtelmeit, ha ha mindig úgy olvas, hogy ez nekem Isten szeretetéről szól, a keresztről, a föltámadásról, az örök életről, a szeretet parancsáról, akkor mindent jól fog érteni. Mindent abban a nagy összefüggésbe tesz, amelyikben ténylegesen ezek a mondatok a maguk helyes értelmét elnyerik. Abban az értelemben persze, hogy az az adott egyén, teljes mértékben kisajátítsa magának azt a jogot vagy vagy képességet, hogy ő a Bibliát most helyesen értelmezi. Ebbe azért értelme már nyilván nem igaz. Az Úristen az embert, az nem, nem mint egyént ruházza föl ezzel a, az ajándékkal, és nem töltsér szerűen önti az ő fejébe a kegyelmét. Az ember lényege szerint történelmi és társadalmi lény, hozzánk a kapcsolataink lényegünk szerint hozzá tartoznak, és az Úristen ilyen módon van jelen a történelemben. Emberi módon, tehát történelmi és társadalmi módon beletestesült a történelemben az egyházban, a közösség által van jelen. Sokféle módon a második vatikáni zsinatunk gyönyörűen megfogalmazza, hogy benne van a hívek hitérzékében. Tehát, ha az egyházban mindenki egyöntetően valamit hisz, abban nem tévedhetünk, abban a Szentlélek vezeti az egyházat. Benne van az egyetemes zsinatokban, a ünnepélyes pillanatokban, amikor a világ összes püspöke valamiben dönt, valamilyen irányt megszab, és nagyon kivételes esetekben Péter utóda által is, ahogyan Krisztus kiválasztja Pétert a tanítványok fejének, hogy egységben legyenek a tanítványok, azért egy főt választ, mert ez egy emberi intézmény is, aminek kell, az egységnek egy fontos principiuma ként kell ez a péteri szolgálat, és azóta is az egyházban ennek egészen különleges és fontos szerepe van. Püspök Atya, nagyon szépen köszönöm. A téma nagyon izgalmas, azt hiszem még sokat lehetne róla beszélni, de a következő adásokban lesz még erre alkalom. Reméljük, hogy azért néhány dologban tudtunk tisztázni kételyeket, kérdéseket most is. Semélyük, hogy nem tartották hiába valónak a velünk töltött időt. Nagyon szép hétfő délutánt és nyugodalmas estét kívánunk a, kívánnak a hitkapuja műsorának szerkesztői Székely János, Katya és Kindelman győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!